eltelt már ugye néhány nap a szombati mérkőzés óta, döntetlennel sikerült debütálnod, így néhány napot aludván a történtekre mennyire vagy elégedett, vagy mennyire van hiányérzetet a találkozóval kapcsolatban? Hát az edzés előtt átbeszéltük a mérkőzést a srácokkal, aztán igazából reálisan kell nézni a dolgokat, mert azt se szabad, hogy kritikusok legyünk túlzottan, de azt se, hogy elbizakodottak legyünk. Én azt mondom, a mérkőzés összképpen teljesen rá is az X, ez egy tipikus töltetlen szagú mérkőzés volt. Ott, ahol az ellenfél közelebb állt a győzelem, ez a mérkőzés vége felé. Úgyhogy ebből a szempontból elégedett vagyok. Volt, számomra nagyon sok pozitívum volt a mérkőzésben. Ahogy kezdtük a mérkőzést, az nagyon pozitív volt. Nekem másfél idő eleje, első 15 perc nagyon pozitív volt, ahogy nyomást gyakorolunk az Újpestre. Annyi volt a nehézség a mérkőzésnek, Újpest nem győzni jött elsősorban Pécs nem, hanem az egy pontér, 8 ember védekezett. A labdaszerzésből Vasilyevics Simonon kívül nem is ment fel támadásra senki közülük, négyen támadtak, mondjuk négy nagyon veszélyes játékos. És egyszer majdnem el is cseréltem a meccset, amikor a Regit kihoztam jobbra és csak egy szűrőnk játszott. És akkor nagyon veszélyes volt az Újpest támadás, azért kellett a Lantos behozni, hogy ez legyen stabil a csapat belseje. Úgyhogy az egy pont az teljesen reális volt. Mondtad, hogy nagyon jól kezdtetek, ezt tényleg látszott is, hogy a srácok lelkesen indultak neki a mérkőzésen, de utána valahogy visszavettek. Mi volt ennek az oka? Hát nem visszavennek, azért rengeteg energiát mozdítottak arra, hogy föltörik az Újpest 8-fős védekezését. Azért ez nem csak fizikálisan vesz ki az emberből, hanem pszichésen is kivesz sokat. Nehéz volt az olyan nyomást gyakorolni, hogy az Újpest minden kontrájában benne volt a veszély. Ugye igyekeztünk előrefelé védekezni, azért a védősorunk most nem hátrálatban, hanem egyből támadtunk vissza, labát szereztünk fönn, de azért egy Vasilyevics, aki szerintem nagyon jól játszott, az Eninful az életem meccset játszotta, nagyon játszott, nem láttuk még ilyen jól játszani az Eninful se. Azért a srácok bent rutinosak érezték, hogy azért van veszély is a labdavesztéskor, úgyhogy azért kellett óvatosabbnak lennünk, meg nem lehet végig 9 percen keresztül azért akkora nyomás gyakorolni az ellenfélre. Tehát nem visszavettünk, hanem az Újpest is a pályán volt, aki nagyon szervezett csapat volt, és egészen más játszott Újpest, mint eddig. Újpest nyíltan fogba játszott mindenki ellen, ellenünk nagyon visszaálltak. Én nagyon büszke vagyok a srácokra. Hát abban a szempontból nem vagyok elégedett, hogy szerettünk volna hazépen győzelmet játszani, arra is játszottunk igazából, nem tudtunk helyzeteket kialakítani, meg gólt szerezni, ebben a szempontból elégedett nem vagyok. Viszont abban a szempontból elégedett vagyok, hogy látván az Újpest játékát, hogy ennyire nagyon antifutballt játszottak és báltak védekezni, így viszont az egy pontnak azt mondom, hogy elégedettek lehetünk vele. Ha már a kőkemény védekezésről beszélünk, nem számíthattok sokkal jobbra majd Siófokon sem. Mivel próbáljátok majd feltörni a védelmet? Hát próbáljuk most egész héten taktikailag kielemezni a Siófok játékát. Tudjuk, hogy ők is hasonlóképpen fognak játszani. Hát majd megpróbáljuk ennek az ellenszerét megtalálni, és bízom benne, hogy onnan viszont már tudjuk hozni a 3 pontot. Te a Siófok nagyon jó pazulóan. Telepont olvastam is a statisztikáikat, hogy a Győr után a legtöbb pontot szerezték elvileg a tavaszi szezonban. Siófok jó csapat. A védő négyese is stabil nagyon. Azért azt mondom, hogy egy nagyon rutinos rók van a padjukon, Horváth Karcsibá. Néztük most a Siófokat edzésre, is kicsit néztük. Őket nagyon szervezettek, nagyon össze vannak rakva. És a támadó játékukban nagyon sok jó futballista van. És tényleg olyanok, akiket a média is most emleget, hogy akik máshol nem voltak alapemberek, de itt a bizonyítás vágyék bennük. Nagyon jó csapatuk van. Viszont a mi újpesti pontunk akkor lesz értékes, hogy Siófokon nyerni tudunk. Mi nagyon szeretnénk Siófokon nyerni, úgyis vagyunk a mérkőzésre, úgyis készülünk a hétre, hogy Siófokon nekünk győznünk kellene. Mindenkire számíthatsz a heti munkában, egyébként most Szolomon is visszatért, látom, hogy itt edz a többiekkel. Igen, mindenkire, a Vlado Markovicsnak van egy kisebb sérülése, talán ma még a délutánt is kihagyja talán, de tulajdonképpen mindenki egészséges.